Köszöntöm nézőinket! Önök a Telena magazint látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk. Hagyományőrző zarándoklat a mohácsi csata emlékére, társasjátékok viadala, nyárbúcsúztató a sportegyében, Lecsó Fesztivál ötödszörre is, sárkányszív a Holduna partján. 497 évvel ezelőtt zajlott a mohácsi csata. 1526. augusztus 29-én Magyarország királya II. Lajos is elesett a harcokban, ugyanúgy, mint 26 ezer lovagja. Az eseményeknek tragikus hatása lett a hazai viszonyokra. Erre emlékezve tartanak minden évben lovastúrát civilek azon az útvonalon, amin a királyi sereg végighaladt. Stábunk Tolnán érte utol a hagyományőrzőket. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a mohácsi csata 497. évfordulója alkalmából idén is megszervezte a lovas zarándoklatot, II. Lajos király seregének útvonalát követve Érttől Mohácsig. Idén már 7. alkalommal történelmi hagyományőrző lovas zarándokok csoportja járta be az útvonalat. Ez most már a 7. éve, hogy ez a zarándoklat megvalósul. Az első 2 évben nem a mi egyesületünk vezette, mi vezetésünkkel 5. éve zajlik a zarándoklat. Ugye az 1526-os mohácsi csatavesztés emlékére tesszük meg ezt az utat, emlékezve a hősökre. Az út a mi számunkra az 6 napot vesz így igénybe. Ez körülbelül 200 kilométer, amit így kényelmesen meg tudunk tenni. A zarándoklat során felkeresték az emléktáblákat, és a megemlékezések során szalagokat helyeztek el ott. A csoport mintegy 200 kilométeres útvonalat járt végig Lóháton. Ezen a szakaszon vonult végig a magyar királyi sereg, hogy aztán Mohácson összecsapjanak a török haderővel. 1926-ban a Akházi Kamil, aki akkor az akkori hadtörténet intézetnek volt az igazgatója, akkor döntött el, ugye a csata 400. évfordulóján, hogy hát emlékezzünk meg valamilyen formában a felvonuló seregről, II. Lajos királyról, és akkor történészek segítségével összeállítottak táblákat, amik a tábláknak az a különlegessége, hogy nem csak azt mutatja be, hogy na, akkor emlékezzünk meg a csatáról, hanem egy nagyon rövid leírást is tartalmaz, hogy éppen akkor ott azon a helyszínen mi történt a sereggel, mi történt a királlyal. Tehát egy történelmi áttekintést kapunk, hogyha végigmegyünk ezeknek a tábláknak a nyomvonalán. És 2016-ban 490. évfordulón dr. Négyes Lajos hadtörténész hívta fel a figyelmünket ezekre a tábláknak a sorozatára, és akkor a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság részéről, akik ugye a Mohácsi Nemzeti Parknak, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynek a kezelői, döntöttük el, hogy hát egy történelmi zarándokútot hozunk létre, történelmi hagyományozók segítségével, és hát vannak, akik kerékpárral, vannak, akik gyalogjárják végig, de most már 7. alkalommal egy történelmi hagyományozó egyesület, a Rádi József Huszár Bandérium azok, akik korabeli viseletben végigjárják az útvonalat és mutatják meg a helyi lakosoknak, hogy mi is történhetett annak idején, mondjuk 500 évvel ezelőtt. 1526-ban a csatában résztvevők a hősiességükről tettek tanúbizonyságot, amikor egy esélytelennek tűnő nyílt ütközetet vállaltak. Történészek közül többen úgy vélik, hogy a többszörös túlerővel szemben a magyar hadi stratégia akár sikeres is lehetett volna. A közelgő 500. évforduló kapcsán is kiemelten fontossá vált bemutatni a jelentős tetteket, nemzeti összefogást kiváltó történelmi cselekedeteket is, amelyek a hódoltság ideje alatt a megfogyatkozott magyar nemzet életerejének megőrzését, a Kárpát-medencei magyarság megmaradását és újjáélédését szolgálják. Nélkülük ma már nem lenne lehetőségünk emlékezni önfeláldozásból és hősiességből, hazaszeretetből példát adó elődeinkre. Első alkalommal rendezték meg a Dél-Dunántúli Társasjáték Klub találkozott Tolnán, melynek létrehozásával olyan hagyományt szeretnének teremteni, amellyel minden évben kiemelt figyelmet tudnak irányítani a hazai társasjátékos életre. Első alkalommal került megrendezésre a Dél-Dunántúli Társasjátékklub találkozó, annak reményében, hogy a környékbeli társasjátékklubok és egyesületek megismerjék egymást, ötleteket és tapasztalatokat cseréljenek. Általában az ilyen könnyed, nagyon gyorsan elmagyarázhat a játékok. Azoknak van létjogosultsága az ilyen rendezvényeken, hiszen a családok is azt szeretik, amikor pár perc alatt megtanulva egy nagyon jó élménnyel állhatnak fel az asztaltól.
Egyébként most itt készültek kollégáink, nem a mi egyesületünkből, de egy másik egyesületből, az Irek Szemcsei Egyesületből, egy társasjátékkal, amit ők fejlesztettek. Az összejövetel létrehozásával olyan hagyományt szeretnének megteremteni, amellyel minden évben országos figyelmet tudnak irányítani a hazai társasjátékos életre. Céljuk, hogy egy időben kortól függetlenül minél több emberhez eljusson a játék önfelett élménye. A rendezvényen belül lehetőség van új, saját fejlesztésű játékok bemutatására és tesztelésére, így azonnali visszajelzést kapnak a fejlesztők a kipróbálók élményeiből és reakcióiból. Szerettünk volna mindig egy olyan saját játékot a klubba, amiben mindenki talál kedvére való elemet, ugye vannak gyengébb, erősebb játékosaink, vannak, akik a gamer játékokat szeretik, vannak, akik csak a party játékokban vannak otthon. Ezért úgy gondoltam, hogy kitalálok egy olyan játékot, amiben minden elem megtalálható, és majd közösen megyünk abba az irányba, hogy mindenki számára minden jobban játszható legyen. A fejlesztés az körülbelül egy olyan fél éve tart, nem folyamatosan tesztelünk, hanem egy-két havonta, hetente havonta kerül sor egy-egy próbajátékra, és tudni kell a játékról, hogy minden játék alkalom után erősen megváltozik a játékmechanika, hiszen ha új ötletek vannak, akkor folyamatos újra tervezés van. Ide is azért hoztuk el, hogy friss véleményekkel találkozzunk, és a második partit játsszuk éppen, már új szabályokkal az előzőhöz képest. A társasjátékok rengeteg olyan megoldást adnak a hétköznapokra, amelyekkel például a gyerekek elcsábíthatóak a telefonoktól, és a játék összehozza a családokat. Azonban nem csak a családoknak nyújtanak önfelett szórakozást, hanem olyan baráti társaságoknak is, akiknek akár több órás játékokra van igényük. Ezek már komoly agymunkát és stratégiai gondolkodást igényelnek. Megfigyelhető, hogy 6 éves kor alatt a gyerekek inkább mozgáspártiak, 6-7 éves kortól 11 évesig már szeretnek társasozni is. A kamaszokat a legnehezebb mozgósítani az asztali játékra, viszont az egyetemista korosztály sokkal nyitottabb az izgalmasabb feladatokra. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistant szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. A hőség ellenére is nyárbúcsúszható spinning edzést tartottak néhány napja a főtéren. A programra sokan látogattak ki.
idén először jött az ötlet, hogy rendezzenek spinning találkozót, mintegy a nyár lezárásaként, a megszokottól eltérően nem az edzőteremben, hanem azon kívül Tolnaváros főterén. Rekkenő hőség ide vagy oda, szombaton összegyűlt a csapat kemény magja, és kivonultak a városháza előtti térre. Spinninget kihoztam ide a Hősök terére, a főtérre egy ilyen nyárzáró kis eseménynek. 15 fő jelentkezett, ez egy egyórás tekerés, plusz még hívtam kis nézőket, kis szurkolótábort, ugye a melegre való tekintettel. A spinningről, amit tudni kell, az egy kardioedzés, egy nagyon jó állóképességjavító, illetve tartóedzés, ami kortól, nemtől független lehet használni. Egy beltéri kerékpáros edzés, amit zenére fogunk csinálni. Egy igen jó kis intenzív, mint amit kint az országúti kerékpárosok szoktak csinálni, egy ilyen sík hegymenet váltakozásával. A spinninget úgy lehet meghatározni, mint egy sor nagy tempójú kerékpáros gyakorlatot zene kíséretében, amelyeket általában csoportosan beltéren végeznek. A cél egy erőteljes kardioedzés. Nem csak egy edző, hanem ilyen baráti kapcsolat, és együtt szoktunk bulizni, és mi csajok, akik ide járunk spinningre, és hogy tényleg egy nagyon jó társaság van itt, és nagyon szeretem meg mindegyünk végül is. Ez a sport rengeteg előnnyel szolgál az egészségünk megőrzése és fejlesztése érdekében. Többek között jelentősen javul a keringés rendszer, megerősíti a szívet, hatékonyabb lesz a vér oxigén szállító képessége, erősödik az érfal, nagymértékben javul az állóképességünk, ezzel együtt fejlődik tüdőnk hatékonysága is. A térd és ízületi gondokkal küzdőknek is ajánlott mozgásforma. A teremben végezhető mozgásformák közül a leghatékonyabb zsírégető sport, melynek segítségével a méregtelenítés is beindul a szervezetben. Egy dinamikus tekeréssel nagyon jól levezethető a bennünk felgyűlt feszültség, így a stressz is könnyebben leküzdhető, megtanít küzdeni, erősíti akaratunkat, így nem csak felnőtteknek, de a legfiatalabb korosztálynak is érdemes kipróbálnia benne magát. Ötödik alkalommal rendezett Lecsó Fesztivált a Tolnai Vándorló Szépkorúak baráti köre. Mutatjuk a részleteket. Ötödik alkalommal került megrendezésre a hétvégén a már hagyománnyá vált Lecsó Fesztivál Tolnám. Közel 90 vendég vett részt az eseményen, amely szokás szerint a vándorlók vezetője Zsinka János háza előtt az utcán felállított sátrak alatt zajlott. Idén az időjárás is kegyesnek bizonyult a Szépkorúak baráti körével, így verőfényes napsütésben főttek a finomabbnál finomabb falatok. Nagyon nagy gőzerével dolgoztunk itt, sok-sok alapanyagból a mai napon 8-an, 8 boglás, 8 féle lecsó, 8 féle ízvilág van. Alapanyagok annyit, hogy 40 kg paprika volt, 20 kg hagyma, 15 kg paradicsom, sok-sok szalonna, kolbász, füstölt kolbász, lecsó kolbász, tarhonya, minden, nagyon gazdag. Sokféle lecsót csináltunk, én pár pillanat a sógorom segítségével egy hagyományos, úgymond paraszt lecsót csináltunk, alápirítottuk a szalonnát, annak a zsírjával megdinceltük a hagymát, rá a paprikát, a paradicsomot, és a zsírba kiszedett szalonnát visszaraktuk, és a füstölt kolbász is beletettük. Izgalmas ízek voltak. 8 bográcsban készültek a lecsók, amelyek között a hagyományos mellett a megszokottól eltérőek is megtalálhatóak voltak. Utóbbiak közé tartozott a csirkemájas, valamint a sertésvelős változat. A baráti kör népes tagjain kívül érkeztek vendégek Kunszent Miklósról, ők a kiskunságban jellemző népdalcsokorral, illetve bordalokkal készültek a hangulat fokozására. Illetve a Mohácsi Lovasz Zarándoklat Tolnát is
klubba ejtő tagjait is megvendégelték. Utóbbiaknak is nagyon ízlettek a tolnai lecsók. Zsinka János meghívására jöttünk, ővele már most így több éves kapcsolatunk van. Kunszer Miklóson találkoztunk először egy országos nóta énekesek rendezvényén, és ott alakult ki egy nagyon jó baráti kapcsolat vele, és többször kaptam meghívást Szekszárdra, ahova ugye ők úgy szintén a kis csapatukkal szoktak részt venni, és most egy ilyen egész véletlen folytán történt az, hogy Bócsán összetalálkoztunk egy citerás rendezvényen, ahol ő megkért minket, hogy mint vendégek lépjünk föl az ő kis rendezvényükön, és mostan nagyon nagy szeretettel jöttünk el. Én és a családom három taggal fogunk részt venni, és hát az a benyomásom, hogy itt egy nagyon jól szervezett, nagyon jó összetartó erővel rendelkező csoport állt össze. Nagyon szívesen jöttünk el, és veszünk részt ezen a rendezvényen. A tagok között többen kiemelték, hogy az egyesület nagyon szoros barátságot ápol egymással, és minden hónapban igyekeznek mindenki számára érdekes programokkal szolgálni, így megfűszerezve egymás mindennapjait. Két éve tartozom a csoporthoz, második alkalommal vagyok itt a Lecsó Fesztiválon. Egy nagyon jó hangulatú társaság. Ebben a hónap szeptemberben elmegyünk a parlamentbe, kirándulunk minden hónapban valahova. Amióta egyedül maradtam, a férjem sajnos több mint két éve elment, és hát befogadott ez a csapat közéjük. Nagyon jól érzem magam velük, nagyon kedvesek, aranyosak, barátságosak, és ez kell nekem, hogy egy kicsit kimozduljak az otthoni mindennapokból. A zsűri végül idén a hagyományos csípős lecsót választotta meg a legfinomabbnak, így övék lett a vándorfakanál. Megvannak már az eredmények. Én megmondom őszintén, nekem a legtradicionálisabb módon készült lecső ízlett a legjobban. Volt nem egy, nem kettő, ami maga nevében teljesen különleges volt. Különleges ízeket hozott, párosításokat, akár májas, velős, csirkehúsos, de én maradnék a tradicionális, legegyszerűbb változatnál, nekem az ízlett a legjobban. Az esemény idén is remek hangulattal zárult. A baráti kör elégedetten, teli gyomorral távozott. A Lapátolna a Sárkányhajó Egyesület augusztus 27-én rendezte meg első jótékonysági napját. Az eseménnyel rászoruló családoknak segítettek. A Lapátolna Sárkányhajó Klub augusztus 27-én vasárnap rendezte meg első jótékonysági napját. Az eseménnyel rászoruló családoknak szeretnének segítséget nyújtani. Természetesen lesz sárkányhajózás egész nap, tehát azt gondolom, hogy ilyen jó időben a vízparton ezt mindenképp ki kell használni, és ki lehet használni. Adományok már érkeztek, ruhaneműk, iskolaszerek, játékok, plusz játékok, tartós élelmiszerek már volt, aki a mai reggelen idejött és odaadta, illetve volt már, aki előzőleg, aki úgy gondolt, hogy nem tud eljönni, ő már adta, és akkor szeretettel várjuk a további adományokat is. A Családsegítő Központ már kiérkezett, ők is tartanak kézműves foglalkozást, illetve hát majd az adományok rendszerezésében ők segítenek. A rendezvény keretében az érdeklődők a programok mellett az eredetileg Dél-Kínából származó sporttal is megismerkedhettek, és lehetőség volt ennek a különleges kenunak az egész napos kipróbálására, ami egy új látványosságként szolgált a Holduna partján. Ezt a több mint 12 méter hosszú kenu típusú hajót elő sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszített. Az összefogásnak a célja azon rászoruló családok megsegítése volt,
akiknek nehézséget okoz az iskolakezdés, a helyszínen pedig becsületkassa is kihelyezésre került, valamint tartós élelmiszer, cipőt, ruhát, tanszereket gyűjtöttek össze a családok részére, melyeket a becsületkassa tartalmával együtt a Tolnai Családsegítő Központ fog szétosztani célirányosan. Az adományok mellett helyet kaptak izgalmas programok is, mint az IPON Karate és Íjász Egyesület bemutatója, ahol ebből az ősi magyar harcművészetből kaptak a kilátogatók ízelítőt. Hosszú folyamat ez, mire az ember megtanulja. Az alapokat nagyon könnyű elsajátítani, de nagyon-nagyon sok türelem és koncentráció. Nagyon sokan mondják azt, hogy minden egyes edzés előtt kellene egy kicsit meditálni, hogy az ember ráérezzen, hogy egyé váljon magával a felszerelésével, az íjával, a vesszőivel, és úgy odaállni a pozícióba, és akkor onnan kilőni egy nyugodt állapotba. A szervezők főzőversennyel is készültek, ahol halas és többek között paprikás ételek, mint borjúpörkölt rotyogott a bográcsokban. A zsűrizésben Mancinger László mesterszakács volt a segítségükre. Megmondom őszintén, anyósomtól tanultam a bogyiszlói pörkölt főzést. Ez úgy történik, hogy alulra teszem a csontosabb húsokat, a következő réteg paprika, paradicsom, hagyma, fokhagyma apróra vágva, piros paprika, só, akkor még egy réteg hús, akkor ugyanezt megismételem még egyszer, és a legtetejére a hús, ennyi. Lehetőség volt a ma népszerű TikTok táncok elsajátítására is. A maradéktalan hangulatról a Healthy Acoustic gondoskodott Health & Bind Dávid közreműködésével, aki zenés, gitáros rockzenével ismert előadók dalait szólaltatta meg. Az esemény habpartival záródott. A klub elnöke reméli, hogy ezt az első alkalmat több sikeres rendezvény is követni fogja majd a jótékonyság jegyében. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!